Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napra egy olyan fiatal embert hívtam meg vendégnek ide a Fehérvári Beszélgetésekbe, aki a szó minden értelmében hihetetlen magasságokba jutott, mint a kosárlabdázó karrierjét tekintve, mind pedig szó szerint a magasságát tekintve. Vendégem a stúdióban Keller Ákos. Szia, köszöntelek téged! Szia! Na hát a mai napon nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk és elfogadtad a meghívásunkat. Bajnokok lettetek, gratulálok én is nektek, elképesztő dolog ez. Ez hányadik bajnoki címed már egyébként? Az ötödik. Ötödik bajnoki címed, elképesztő, és még van gondolom előtted rengeteg, vagy reméljük, hogy van még rengeteg. Beszéltem a magasságról a beköszönésemben, beszéljünk először tényleg erről a hát kosárlabdázói méretről. Minap voltál nálunk a Vörösmarty Rádióban és egyébként a reggeli műsorban, és a kollégák ott támultak, bámultak, hogy milyen elképesztő magas ember vagy, és mennyien szeretnének ilyen magasak lenni. Elképesztő egyébként. Hogy éled meg ezt a magasságot? Tehát hétköznapi életben mi az, ami előnyt ad mondjuk eme magasság kapcsán, mi az, ami meg mondjuk hátrányként ér mondjuk a magasság miatt, hogy van-e ilyen egyáltalán? Hát mire előnyöket tudok felsorakoztatni, igazán egyetlen hátrány az, hogy a ajtóknál le kell hajtanom a fejemet. Kosárlabdapályán nagyon jó, ugye a zsákolás az nagyon-nagyon könnyen megy. Igen, például ágy például, tehát te bemész egy boltba, és mondjuk ágyat akarsz rendelni magadnak, akkor van készleten, vagy akkor beszélünk az asztalosokkal, hát, és majd jön. Hát vagy asztalossal kell csináltatni, vagy pedig olyat kell venni, aminek nincsen vége. Igen, és akkor a lábadnak lesz szabad helye. És mert ruha, ez mindig érdekelt, hogy ilyen magas embernek, például, hogy van, hogy bemész egy ruházati boltba, mondjuk egy tipikus, ahol fiatalok szoktak vásárolni, akkor egy simán adnak a méretedbe ruhát, vagy akkor körülnéznek a raktárba, vagy akkor meg kell rendelni. Hát például pólót azt mindig találok magamra szinte mindenhol. Farmert nagyon nehéz, mert nagyon kevés ilyen hosszú gatyát gyártanak. És hát a cipő, amit egyáltalán nem lehet kapni Magyarországon, akkor a méretben, mekkora nekem kell. És azt hogy szoktad csinálni? Mert gondoltam, hogy úgy van, ugye neked 50 és feles cipő kell, hogyha jól tudom talán. Igen. Ugye? Tehát bemész egy cipőboltba, megmondod, hogy szeretnék cipőt, jó, nézzünk körül, de nyilván ugye rád néznek, és gondolják, hogy nem 42-es lábad van, és akkor mondod, hogy 50 és feles szeretnék, akkor megy a fejkaparás, és akkor nyilván nem tudnak adni, és ilyenkor akkor jön az internet, és akkor onnan rendelsz esetleg? Igen, évek óta már ugye kifejezetten jó rendszerem van rá, hogy tudjak magamnak mindenféle divatos, meg jó cipőket rendelni. Uh-huh. Elsősorban eBay-ről, mostanában viszont inkább ilyen európai oldalakat, hogy nekem vámot fizetni. Persze, persze. Ugye bajnokok lettetek, tényleg elképesztő meccs volt, elképesztő mérkőzés volt. Érdekel mindig engem, hogy mondjuk Falcóval játszottátok ugye a döntőt, és akkor ott ellenfelek vagytok. Nem ellenségek, ellenfelek, a kettő nagyon fontos, hogy ugye elképesztő különbség van az ellenség meg az ellenfél között. Hogy mondjuk a többi játékossal, vagy így a magyar kosártársadalom jóban van így egymással? Tehát meccs előtt pacsisztok, meccs végén pacsisztok, a pályán pedig ellenfelek vagytok, ez így van, vagy azért megvan az a kellő távolság így a játékosok között? Nem, akikkel ismerjük egymást, többnyire ugye a válogatott csapattársakkal, akik régebben csapattársaink voltak, azokkal mindig meccs előtt ugye beszélgetünk, megbeszéljük, hogy ki nyerje a meccset. Aztán természetesen a pályán meg ugye ellenfelek vagyunk, de azért vigyázunk egymásra. Persze, persze, mert ugye nekem laikusként, aki mondjuk szeretné nézni a kosárlabdát, tényleg úgy tűnik, és gondolom ilyen vérre menő harc megy a szó jó értelmében, de utána mondjuk a meccs után, akkor így beszélgettek egymással, rögtök, stb. Ez így van? Persze. Érdekel, hogy kezdted a kosárlabdát. Ugye magas embernél mindig adódik, te magas vagy, te legyél kosárlabdázó, hogy nálad is ezért kezdődött el a kosárlabda, vagy volt valami más oka, mert mondjuk jó labdaérzéked volt, ügyesen pattogtattad a labdát tornaórán, a pöttyös labdát. Hát labdaérzékem az sajnos nem volt egyáltalán, de viszont egy kicsivel magasabb voltam a többieknél, uh-huh. És még általános iskolás koromban kezdődött azzal, hogy ugye tesi tanárnéni, Maja néni az uh-huh. kosárlabdát szerette a legjobban, és nagyon sokat kosaraztunk, és ilyen városi városi bajnokságban, hát ugye mindig kikaptunk a Tóvárositól, mert ugye ott odajárt az összes kosaras. Igen, igen. És ez miatt mentem én át utána a Tóvárosiba is, hogy ott a csapattársaimmal együtt legyek egy iskolába. Uh-huh. És akkor ott kezdtél a fejlődés. Igazából így kezdtem el a rendes kosarazást körülbelül uh-huh. 20 éve. Az igen. Középiskolában hova jártál? Itt Fehérváron szintén egyébként? Fehérváron, a Kodolányiba. És akkor ott is gondolom folytattad nyilván, tehát akkor folyamatosan már az általános iskolától. Hát ott már nem az iskolából jártam, hanem ott már rendes klub szinten jártam, ott a Dávid Kornél kosársúlyba. Uh-huh. És igazából mindig voltak eredményeink, de
én nem voltam az igazán nagy labdazsönglőr. Én mindig nagyon jó védő voltam, és ez miatt voltam ugye mindig fönn a pályán. És akár irányító volt, akár center, az ellenfél legjobb játékosa, mindig én védekeztem rajta, mert ugye én voltam a legjobb védő a csapatban. Igen, ez meglátszik egyébként a meccseken és a mérkőzéseken, és mondom, hogy teljesen laikusként és nem hozzáértőként nézem, de mindig látom azért, hogy téged mindig a szívós, kőkemény emberekre állítanak rá, az úgymond igazi nehéz fiúkra a csapatból, hogy ugye, mert jó vagy ebben is, meg nagyon sok minden másban még beszélünk erről. Azon gondolkodtam, hogyha mondjuk nem kosárlabdáznál, akkor milyen sportot csinál? Tehát mi az a sport, ami még neked mondjuk szimpatikus? Nyilván nem az origami, gondolom, meg a sakk. Hát nagyon sokan mondják azt, hogy kézizni kellett volna elmennem, csak ugye Fehérváron nem volt olyan szinten a kézilabda, hogy azt válasszam. Meg hát gondolom, jó lennék még röplabdába is, de az annyira nem vonz. Tehát akkor kosárlabda, és akkor mondjuk a meccset nézel, vagy sportközvetítést, akkor kosárlabdát nézel, vagy van, amit még szívesen megnézel esetleg? Nézek kézilabdát is szívesen, amerikai focit, meg atlétikát is nagyon szívesen. Atlétika nagyon jó, egyébként nézni nagyon jó, nagyon szeretik egyébként az emberek nézni az atlétikát. Rengeteg sportcsatorna van, tehát azért lehet válogatni, meg van rá, hogy az ember belefut éppen egy atlétika versenybe. Ami nagyon-nagyon fontos és érdekelne engem, hogy mondtad, hogy az elején nem voltál labdazsonglőr, hogy nem igazán érezted, hogy mi is az a kosárlabda. Mikortól jött az, amikor úgy kezdtél magadban bízni, meg úgy rájöttél, hogy hoppá, én ebben jó lehetek, meg jó vagyok. Tehát mikor jött el az az idő, amikor láttad, hogy ebből te tudsz nagyon szép karriert csinálni? Mi volt az a pont, vagy mikortól datálod ezt? Hát nem tudom igazából pontosan megmondani, de ilyen 17-18 éves koromban meguntam ezt, hogy nulla pontos játékos voltam, és csak védekeztem. Igen. Labda nélkül futkároztam föl alá, és akkor ugye fizikálisan is úgy felfejlesztettem magam, meg elhúztam inkább úgymond a többiektől, hogy az miatt tudtam egy kicsit támadásban is hasznosulni. Tehát kőkemény munkát tettél bele, mondhatjuk azt. Tényleg, mint a filmekben, amiket lehet látni, mondjuk a bajnokokról szól, hogy ez bármilyen sportban, hogy reggel fel kell kőkemény, egy szorgalmasabban, mint a másik alázatosabban, akkor neked is ez így volt nagyjából? Valami ilyesmi volt. Például, hogyha egy hétig nem kosarazok, nem labdázok, akkor a labda elkapás is nehezemre esik. Nekem arról szól az egész, hogy gyakorolnom kell, mert különben nem megy. Ez így van egyébként, én sokáig jártam konditerembe, nyilván nem profi szinten, hobbi szinten, és ott is úgy van egyébként, nyilván most más dolgokról beszélünk, csak hogy érzékeltessük, hogyha mondjuk kiadsz egy hétig kondit, vagy nagyon sokaknál, akkor elképesztő módon, hogy szokták mondani, összeesel, vagy az izomzatod összeesik, de gondolom, ez így van futóknál is, bringásoknál is, hogy vissza kell szokni abba. Ugye ez meg egy ügyességi játék is azért, tehát a reflexek is, nem mondom, hogy tompulnak, de azért mondjuk elszoknak ettől a dologtól, gondolom. Iskoláról beszéltük, milyen gyerek volt a iskolában, általános iskolában, ilyen szerény, visszahúzódó, vagy te voltál a osztály középpontja, hogy írnád le magad? Nem, soha életemben nem beszéltem senkivel. Igen? Nagyon visszahúzódó voltam, és hát... Tehát ilyen kis csendes gyerek voltál? Nagyon. Aha. És tanulni, hogy tanultál? Tanulni? Hát még általános iskolás koromban egész jól, aztán ahogy idősödtem egyre, lustább lettem a tanulásra, és egyre inkább edzettem. Hát mert tudtad a jövőt, gondolom, tehát azért gondoltad, hogy ezzel akartál foglalkozni már, vagy megérlelődött benned, és akkor ebbe tettél bele, gondolom, minden energiát. Ez tudatosan volt így, vagy akkor teljesen tudattalanul hagytad a tanulást mondjuk háttérben? Én nem hagytam háttérbe a tanulást, csak annyira nem nagyon ment, hogy az miatt nem tudtam igazából élvezni az iskolába ezeket a dolgokat. De gondolom, tanárokkal, hogyha találkozol, meg gondolom azért megállítanak, találkozó volt tanáraiddal, nem, akkor azért ők mondjuk szívesen emlékeznek rád, gondolom. Hát főleg az osztályfőnökeim azok nagyon szerettek engem mindenhol, de viszont volt egy-két tanár, aki nagyon utált. Igen? Tényleg? Igen. De gondolom nem a tornatanár, mert abból jó volt. Nem, azok szerettek mindig is. Hogy néz ki egy napod? Milyen egy átlagos napod, meg milyen mondjuk egy durvább napod? Hogy lehetne ezt leírni? Hát mondjuk úgy, hogy van háromféle nap. Van az a nap, amikor van két edzésünk, akkor ugye délelőtt fölkelek, reggelizek, elmegyek edzeni, megcsináljuk a szokásos reggeli programot, majd utána, hogyha van még erőm, szorgalmam, akkor ott maradok még dobni, kondizni, akármi. Utána zuhanyzás, ebéd,
délután egy kis pihi, alvás esetleg, aztán délután ugyanúgy megyek edzésre, ott is megcsináljuk a szokásost, akkor kicsit futósabb, kicsit kontaktos edzés. Ezzel végzünk, zuhany, haza, vacsi csinálás, evés, utána meg pihenés. És utána pedig akkor kezdődik. Igen. Kezdődik ez igazából. A meccsnapok azok általában úgy szoktak eltelni, hogy általában reggel csinálunk egy dobóedzést előtte, hogy ezért mégiscsak mozogjunk egy kicsit, hogy érezzük a gyűrűt. Utána délután pihenés, és hát meccs előtt egy másfélre volt, de megyünk, beragasztunk, bemelegítünk, és meccs. Az mit jelent, hogy beragasztunk? Hát akinek... Mert hát szokott lenni fásli, arról ismerlek meg sokszor egyébként a hajadról, meg hogy rajtad szokott lenni mindig ilyen különböző. Igen, nekem van könyökvédőm is, meg térdvédőim is, elsősorban azért, hogy ha ütközök bárki, vagy elesek, akkor ne fájjon annyira. De például a könyököm az nagyon érzékeny, és az miatt hordom. Na, többször ráestem, és van benne egy kis mozgó kis csontocska is, ami miatt jobban védem. Értem, azt gondoltam, hogy valami sérüléseid vannak, és azért vannak, tehát egy sérülés van, a többi pedig akkor a védelmedet szolgálja. Igen. Megéri azért hallani olyan sérülésekről, ami ilyen borzasztó, hogy nem tudom, milyen szakadások, törések keletkeznek, stb. Tehát igen, idén volt sajnos több ilyen szezont lezáró, úgymond sérülése a csapattársaimnak. Szegény Tóth Petinek ugye keresztszalagja és oldalsó tércalagja is elszakadt. Úgyhogy én most csinálja a rehabilitációt, de szerintem egész jól halad vele. És a Bradford Burgessnek volt egy Achilles-szín szakadása, ami szintén több mint fél év rehabilitáció. Ez elképesztő kiesés, és utána egyébként, jó, nem olyan, mint előről kezdeni, de azért utána formába leendődni, ez egy őrületes munka, gondolom. Igen. Szóval érdemes akkor ezt viselni, az a lényeg. Testedzésről beszéltünk, elnéztem a kosarasokat, mondjuk Magyarország nevezük így kosaras állományát, hát vannak szép száma tényleg kigyúrt emberek, és vannak szép száma olyan emberek, akiknek nincs ez az atlétikus sportos testalkatuk, nyilván nem elhízottak, nem erről van szó, de mondjuk hozzád képest nem rendelkeznek atlétikus testalkattal, te ezért teszel, hogy így nézzél ki, vagy ez ilyen genetikai adottság nálad? Mondjuk úgy, hogy mindkettő, de azért nagyon-nagyon sokat teszek érte. Nagyon sokat kondizok pluszba, és ugye egy kicsit azért odafigyelek a táplálkozásra is. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi az, amit eszel, mi az, amit mondjuk kihagysz, vagy van-e olyan, amit kihagysz esetleg? Hát, fehér kenyeret egyáltalán nem eszek. Azt nem eszel egyáltalán? Krumplit se sokat, és szinte minden egyes alkalommal húst eszek többnyire salátával vagy rizssel. Aha, tehát főleg hús, saláta, rizs, meg hal, gondolom. A halat azt nem szeretem, úgyhogy azt nem. Aha, tehát akkor hús főleg igazából. Pont azon gondolkodtam, valaki oda menne hozzád, és azt mondaná, hogy hát figyelj, én szeretnék edzeni, meg gondolom volt már ilyen, vagy előfordult, hogy megkérdeztek, hogy figyelj, te így nézel ki, én is így akarok kinézni, mit javasolsz? Nyilván a táplálkozás, amit mondtál, hogy kevés fehér kenyér, tehát minél kevesebb szénhidrát, és inkább több fehérje. Edzésben mi az, amit csinálsz? Tehát valami különleges, vagy egyáltalán nem különleges edzést csinálsz? Hát elsősorban olyan gyakorlatokat csinálok, amik ilyen funkcionális. Az én és hát a sportban van funkciója. Igen, igen, igen. Egész testet erősítő edzések. Elsősorban nekünk futni kell, nagyon sokat ugrani, irányt változtatni, de közben meg ugye erő is kell, mert nagyon sokat ütközünk. Igen. Ez miatt nagyon sok nehéz, súlyos edzést csinálok, nagyon sok guggolást, nagyon sok felhúzást. Emellett ugye nagyon sokat húzóckodok, meg sok fekvőtámaszt és fekvőnyomást csinálok. Mondjuk azt elsősorban inkább azért, hogy jól nézzek ki. De jó, hát nincs is ebben mit titkolni egyébként, nagyon-nagyon fontos, főleg ugye ebben a sportban, hiszen azért ez nagyon sok mindenről szól ez a sport, azon kívül nyilván az ember jó teljesítményű, de azt gondolom, hogy sportolónak így kell kinézni, hiszen sportolónak példaképnek kell lenni, mondjuk így kinézetileg is, én azt gondolom, és ezt a véleményt én vállalom. Tehát akkor ezeket csinálod igazából, és más ilyen különböző, mondjuk bodybuilderek által előírt hiper-szuper nyakatekert gyakorlatok, nem? Tehát ezeket az úgymond alapfunkcionális gyakorlatokat. Igen. Ugye párkapcsolatban ész, azt tudjuk, beszélhetünk erről egy kicsikét, hogy mit kell tudni rólatok esetlegesen. Hát már több mint 5 éve járunk, és több mint 2 éve együtt élünk. És sportoló a párod is, hogyha jól tudom. Igen, ő sprinter volt, de már nem tudom, 2 vagy 3 éve abba hagyta.
De azért gondolom kiárkál még futni ide-oda, tehát azt gondolom nem úgy van. Igen, persze, meg közben ő csinálja a Bregyóban a kondiklubot, most elkezdett dolgozni az X-Buddy-ban, úgyhogy végre elfoglalja magát, egész eddig ugye tanult, végre meg lett neki a diplomája. És mi lett? Milyen szakember lett? Rekreáció és egészségfejlesztés a végzettsége. Uh-huh. Mellette ugye most megcsinálta kondi edzői vizsgát. Akkor és ugye most lett meg neki az angol középfokúja, és úgyhogy most mindent megcsinált egyszer, és most elkezdett dolgozni. Igazi sportos család vagytok, és a gondolom rengeteget beszéltek a szakmáról, a sportról, mikor együtt vagytok. Ez, mi is megfogjuk otthon a párom, ugye mi is médiában dolgozunk, mind a ketten munkáról nem beszélünk, és igazából azt veszük, hogy szinte mindig a munkáról beszélünk otthon, meg a média dolgokról, gondolom ti is így a sportról nagyjából, nem? Tehát ez egy központi téma nálatok is, gondolom. Nagyon szeret egyébként a kosárlabdáról beszélni, de nagyon sokszor nem egyezik a vélemény. Jó, mondjuk veled vitatkozni a kosárlabdáról, én megmondom, hogy nem mernék, hiszen te vagy benne, te csinálod profi szinten, persze. Mennyire vagy házias például? Mennyire van jó dolga neki, mennyire kényezteted el mondjuk őt? Hát takarítani nem szoktam, azt ő csinálja. Főzni viszont én szoktam mostanában többet. Mivel ugye késő estig dolgozik, ezért én előbb hazaérek, én csinálom a vacsorát. Hoppá, és akkor mindig meleg vacsorával várod őt? Mindig. Milyen jó, akkor szeret hazamenni, gondolom, milyen jó dolga lett neki. És egyébként, hogy ezt mindent tudsz nagyjából készíteni? Tehát édességet, főételt, levest? Hát édességet azt nem szoktunk sok mindent csinálni. Brownit nagyon jót tudok csinálni, van egy nagyon jó receptem. Na. Azt szoktam évente 3-4 csinálni. Igen, igen. De nem, igazából főételt szoktam csak csinálni, mindig valami húscsütök hozzá, valami köretet, aztán annyi. Hát húst szereted ugye a legjobban. Persze. Pont ezen a következő kérdés, hogy mi az abszolút kedvenc ételed, amit mindig begennél, bármikor, bármilyen mennyiségben? Hát a steak. A steaket nagyon szereted. Aha. Jól átsütve? Kevés? Félig. Félig átsütve. Uh-huh. Ettem a steaket én teljesen átsütve, félig nem. Az milyen? Sokan undorodnak tőle, hogy az nincs rendes. Hát, mert azt hiszik, hogy véres, de közben az csak ilyen húslé. Aha. De akik nem értenek hozzá, azok eszik általában teljesen átsütve. Aha, mert egyszer úgy jöttem, egy étteremben rendeltem, volt ott mindenféle formában, akkor lettem életemben először, hát mondom, akkor nem kezdtek rögtön a hardcore részével, hanem szépen visszafogottam, fogok én enni ilyet, de ez úgy finom volt, nagyon-nagyon bejött egyébként. Finom egyébként átsütve is, de az ingyencek meg, akik tényleg szeretik a steaket, azok félig átsütve, vagy még nyersebben eszik. Meg hogy kérdezem mindenképpen, hogy te is ember vagy. Nyilván egy élsportolót úgy képzelünk el, hogy ő mindig csak forrásvizet iszik, buli nagyon nincsen, alkohol nagyon nincsen. Ez így néz ki, vagy azért te is be szoktál hajlani néha-néha? Hát én igazából 2 éve kezdtem el leszokni a cukros üdítőkről, és meg is látszik rajtam, azóta csak ugye szénsavas vizet iszok. Viszont a sörről nem nagyon tudok lemondani, azt majdnem minden este iszok. Nyilván nem kóros értelemben nem. Ez egy értelem. Azért iszom azt, mert szomjas vagyok, igen. És este az esik jól. Uh-huh. Meg nem látszik rajtad, hiszen lemozgod. Nem, persze. Ugye azt mondják, hogy sokat sörözik, lesz előbb sörhasa, stb. Aki nem mozog, viszont azért mozogsz bőven, azt gondolom. Tehát egy edzésen, nem tudom, számoltátok-e, vagy egy meccsen, hogy hány kilométert futtok. Van erről statisztika, hogy nagyjából, de nincs, mondom, rengeteget. De sokat, igen. Szabadidőd, mit csinálsz? Mi az, ami kikapcsol, amivel ugye el tudsz lazulni, amikor mondjuk tele van mindened a világgal, és akkor ki akarsz kapcsolódni, akkor hogy szoktál így lazítani? Nekem nincs túl sok szabadidőm, mert ritka az, hogy szabad napunk van. Olyankor általában pihenéssel szoktuk tölteni. Uh-huh. Ha viszont van egy-két szabad óránk a napközben, akkor sokszor el szoktunk járni kávézni a többiekkel, barátnőmmel is. És akkor ez úgy téged teljesen kielégít. A filmekkel hogy állsz? Egyébként nagyon sokan például úgy kapcsolódnak, hogy filmet néznek. Nem tudom, van-e kedvenc filmet például, amit úgy nagyon szeretsz nézni, vagy milyen típusú filmet? Esténként szoktunk filmezni nagyon sokszor. Uh-huh. Én elsősorban az akció és a végjátékokat szeretem. Uh-huh. Barátnőm az inkább thriller és horror párti, ezért azt is sokat nézünk. Nagy örömödre. És ő nagyon szokott rettegni, én meg mindig csak ott
rögök mellette. Igen, hát ott az operatőr, meg ezek csak színészek, meg ott a stáb. Én is ezt szoktam egyébként a páromnak mondani, mikor van ilyen film, hogy hát figyelj, médiában dolgozunk, tudjuk, hogy hogy néz ki, ott az operatőr, a stáb röhög, hogy hogy elmaszkírozták azt a szerencsétlen színészt, aki most a nem tudom milyen sorozatgyilkos játszott, tehát ettől igazából nem kell félni. Ugye ismerjük egymást régóta, én tudom róla, hogy egy nagyon érzékeny ember vagy, nagyon jó szívű ember vagy, jó lelkű ember vagy, ez meglátszik a pályán is. Úgy, hogy rengeteget tehát küzdesz, tényleg szívvel, lélekkel látszik rajtad, meg jó párszor, amikor kérdeznek, így elérzékenyülsz, láttam nem is olyan régen veled egy beszélgetést, talán a legutolsó meccsen a döntőn, hogy mikor megkérdezte, azt gondolom a televíziónak a riportere, hogy eme bajnoki címmel valami olyasmi volt a mondat, hogy megbocsájtották a fehérváriak azt a szolnoki kitérőt. Te meg mondtad, és gondolom, hogy sokszor előhozták, én nem akarom ezt feszegetni, de gondolom, hogy sokszor ezt előhozták, hogy akkor jóban megbocsátjuk Ákoskám, stb., mert annyira Fehérvárhoz kötődsz, mert fehérvári vagy, meg itt kezdtél, meg itt elképesztő sikereket értél el, hogy nem tudják sokan ezt, nem azt mondom, nem elfelejteni, de sokakban ez még benne van, és akkor, hogy a riporter próbált erre ugye utalni, hogy akkor így most kompenzáltál, akkor nagyon sokat, és itt volt, éreztem magadban, hogy kicsit elérzékenyült, hogy nincs mit kompenzálni, nagyon örülök, ezért hajtottam, stb. Nem, én mindig azért a csapatért hajtok, amiben éppen benne vagyok. Uh-huh. Itt az miatt extrém boldog vagyok, hogy a szülővárosomnak nyertem az elsőt is, meg most a legutolsót is, de én mindig éppen ahol vagyok, azért küzdök. Uh-huh. Ez szép egyébként, így kell, tehát nyilván. Beszéljünk egy kicsit a jövőről, nem sokára a műsoridő végéhez érünk. Hogy képzeld a jövődet a kosárlabdában, hogy meddig akarod csinálni, meg mondjuk a kosárlabdán kívül? Először beszéljük a kosárról, hogy a kosárlabdában mi az, amit el akarsz érni, vagy mi a titkos vágyad? Ugye te voltál egyszer kint Amerikában, megnéztek téged, ugye egy csapat, aztán ugye visszajöttél onnan Amerikából. Van erre még esély esetleg, hogy te mondjuk kikerülj tengerentúra például? Hát. Én úgy gondolom, hogy arra nincs túl sok esély. De szeretnél egyébként? Tehát vágyait? Persze, szeretnék. Bárhova elmennék én Európába, hogyha kapnék olyan ajánlatot. Uh-huh. De most még jövőre maradok egy évet itt az Albában. Uh-huh. Most nyáron ugye lesz egy EB, amin szeretnék részt venni. De igazából ezen túl még nem terveztem semmit a kosárlabdával. Mm. Persze majd adja az élet, nyilván attól függ, milyen szezon csinálsz jövőre, és gondolom nem rosszat, ugye kiindulva az előzőekből, tehát biztos, hogy majd sikercsapatok fognak érted jelentkezni, akár Magyarország, akár Európa szinten. A kosárlabdán ki, hogyha abba hagyod esetlegesen majd valamikor, akkor mi az, amit mondjuk így elképzelsz magadnak jelenleg? Mi az, amit szívesen csinálnál, hogy mit tudom, kosárlabda mellett, vagy kosárlabda után, ami lekötne, boldoggá tenne téged? Gondolom, gyerek az majd előbb-utóbb kéne, vagy jó lenne? Persze, előbb-utóbb az is lesz, meg hát nagyon szeretnék kocsmát nyitni, na, vagy valami kis kávézókocsma szerűséget. Na. Az mindig is érdekelt. Uh-huh. Tehát akkor egy vendéglátás felé próbálsz orientálódni. Hát, igazából csak egy kicsivel szeretném kezdeni, aztán meglátom, hogy mennyire élvezem. Igen. Hát nyilván megvan a maga szépsége, megvan a maga hátulütője, a vendéglátósok erről tudnának nagyon-nagyon sokat beszélni és mesélni. Még a műsor végén annyit, ugye van neked még kettő testvéred, Vidor és Iván. Ugye Ivánról sokat tudunk, ő játszott a döntőn is egyébként, hogy az Dunics edzőbe állította pár percre. Iván, ő is ott ünnepelt veletek, ő is szépen megtermett, ő 2 méter fölött van? Nem, ő csak 195. Ja, és kicsikek is 195, így van. Hát de ő is gondolom előbb-utóbb helyet kap majd akkor a nagy csapatban itt az Albában, hogy esély van rá, gondolom. Igen, ő elment most két vagy három évre Kecskemétre. Uh-huh. És ott azért elég jól megtanították kosarazni. Igen. Látszik rajta, hogy jó képzett. Igen. Nem olyan, mint ugye az amerikaiak, vagy a többi fiatal, aki itt volt Fehérváron, hanem uh-huh. meg lett tanítva kosarazni. Uh-huh. Nem megy ész nélkül bele mindenkibe. Igen, mert ők ész nélkül mennek egyébként bele? Hát elég sokan vannak azért, tényleg? Akik. Aha. Igen. De még ösztönből csinálják, azért mert nincsenek meg a jó technikai alapok, és ők ösztönből játszanak. Ha nincsen nekik megtanítva, aztán itt meg ez van. Aha. És van még egy testvére, ugye Vidor, ő is kosarazik, ő pedig Pápán, hogyha jól emlékszem. Igen, ezt a szezont Pápán fejezte be. Most nem tudom, mi lesz vele. Erről még nem beszéltünk. Hát adja majd az élet, de ez is ritkaság, hogy két testvér mondjuk egy klubnál van, ugye gondolok rád, illetve. De például Vidorral, amikor először lettem bajnok, akkor Vidorral együtt voltunk az Albában. Aha.
Hát egy sportos család, mind a három fiúkos állabdázó lett. Ákos, én köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jövőre. Mind az üzleti életben, a kocsmához, kávéházhoz, meg a kosárlabdapályán is. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvár Televízióban.